Az egykori VB ezüstérmes kétszeres Európa-bajnok birkózó Ritter Árpád lett a nők szövetségi kapitánya. A tréner korábban a férfi szabadfogást is irányította. Őt kérdezzük az új feladatról, vele pedig itt van az olasz felesége által edzett VB bronzérmes tavaly EB harmadik Barka Emese is. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Árpi, furcsa helyzet volt, hogy Gulyás István a szabadfogás mellett a női válogatottat is irányította, ez így sok volt? Hát a szövetség úgy döntött végül is, hogy úgy gondolják, hogy a idén Budapesten van a világbajnokság, és később pedig 2020-ban az olimpia Tókióba, hogy ez miatt úgy gondolták, hogy talán jobb lenne, mert most már a szövetségi kapitány munkáját az kiterjed a kadett junior válogató, 23-as válogatottra, és ezért úgy gondolták, hogy jobb lesz egy embert oda helyezni, aki végül is az egészet viszi, mert ez egy eléggé bonyolult és nehéz feladat volt, azt hiszem a nőit és a szabadfogást összeegyeztetni. Uh-huh. Gondolom a versenyzők is örülnek, hogy van saját kapitányuk. Így van, én személy szerint. Mert főállású, csak velük foglalkozik. Igen, így én személy szerint nagyon örülök neki, mert így szerintem sokkal hatékonyabban lehet dolgozni. Ráadásul az esetben dupla örömet jelentett, hogy családban marad a produkció, igaz? Így van. Nekem volt szerencsém már az Árpáddal együtt dolgozni, meg ugye a feleség a Diletta az edzőm, és így a klubedzőmmel is tudok majd együtt dolgozni, úgyhogy én nagyon örülök ennek a döntésnek. Árpád, a te szakmai felfogásod az mennyiben hasonlít Gulyás Istvánéra? Voltál segítője, voltál utódja, szabadfogásban is. Egy iskola vagy más iskola? Hát én soha sok mindent tőle tanultam, mindenféleképpen vele nőttem föl. Annyi, hogy én kicsit nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a birkózásra. Jönnöm, de mindenféleképpen ő is, és én is a munkába hiszünk, és ezt szeretném meghonosítani a lányoknál. Eddig is dolgoztak persze, de egy nagyon kis változtatás. Én jobban többet szeretném, hogy ők birkózósabban álljanak oda a szőnyegen, és többet próbálkozzanak a szabadfogású birkózással. Vagyis, hogy aktívabb, agresszívabb, keményebben fellépő igen, magyar korábban, birkózó válogatottat akarsz? Igen, korábban volt egy ugyanolyan stílusunk, persze nem mindenkivel lehetett korábban, szóval többféle stílust lehet birkózni. Mi egy kicsit talán elmentünk abba az irányba, hogy jobban a között fogást próbáljuk preferálni, de úgy gondolom, hogy most már a külföldi nemzeteket korábban ebben megleptük, de most az utóbbi időben elmentünk akár Ukrajnába is, már korábban ez nem volt rájuk jellemző, de most már ott is birkóznak, mondjuk edzés elején csak között fogást is például. És most már sokkal jobban érzik, nehezen tudjuk őket meglepni. Talán abból is kezdtek el ebbe az irányba menni, mert látták, hogy nekünk ez azért jó működik, több eredményt szereztünk, de most már nekünk is úgy gondolom, hogy változtatni kell a stíluson, és vissza kell menni egy kicsit a szabadfogásokat, ki kell alakítani a saját stílusunkat, mert nincs olyan partnermennyiség, mint mondjuk Oroszországban, vagy a női birkózásban, Japánban. Nekünk egy saját stílust kell, de mindenféleképpen ötvözni szeretném ezt a között fogást, amit mi sokan eddig birkóztak a lányok között, és a szabadfogású birkózást. Emesen állod, ez a tendencia, ez milyen változásokhoz vezet a saját birkózásodban, a saját taktikai repertoárodban idén? Hát igazából én az edzőmmel, Dilettával ezt már jó pár éve elkezdtük, hogy ugye az én birkózásom is kötött fogásra épült, és hogy minél több szabadfogású elem és lábra támadás legyen benne, úgyhogy szerintem ezt fogjuk folytatni. Mekkora változás számodra a nők élére állni? Nőkkel nehezebb? Érzékenységek, vannak személyes konfliktusok, ugye Emese meg Sasti Mariannak között, erre emlékszünk. Egyáltalán nőkkel vagy férfiakkal, melyik a nehezebb? Hát azért megjegyezném, hogy a Emese és a Marian között végül is akkor volt konfliktus, amikor végül is ők egy súlycsoportba kerültek. Igen. Korábban jó megvoltak, és úgy gondolom, hogy mostanában rendeződött a viszonyuk, mert akkor mind a kettőjüknek adott a fő céljuk, hogy egy olimpián érmet, akár olimpiai bajnokok legyenek, és mind a ketten egy súlycsoportba képzelték el. Sajnos ez egy elég nagy konfliktushoz vezetett, de mind a kettő végül is a saját érdekeit nézte, nem nagyon foglalkozott, de úgy gondolom, egy sportolónak elég fontos, hogy a saját érdekeit nézzen mindenféleképpen. Hát korábban, amikor a fiúkhoz oda kerültem, akkor úgy gondoltam, hogy a fiúknál a lelkeket csak a lányoknak kell, a lelkeket ápolni a lányoknak kell, de és a fiúknál is észrevett, hogy mindenkivel külön kell foglalkozni, külön beszélgetni, megsimogatni, ott is vannak féltékenységek, szóval
de itt majd nekem is kiderül, még napról napra kapok új dolgokat, amiket még talán nem találkoztam, de azon vagyok, hogy minél jobban megismerjem őket, és minél jobban felkészítsem őket a világversenyre, tudásomat átadjam nekik. Én úgy gondolom, hogy ez menni fog. Való igaz? Emese béke van most már a női szakákban, meg a lányok között, meg köztetek. Ez a felállás, saját kapitányatok van, Ritter Árpád, ez egy konfliktusmentes időszakot fog jelenteni? Most, amikor Budapesten világbajnokság lesz. Igen, én úgy érzem, hogy már most jobb a hangulat, mint azelőtt, és szerintem ez így is fog maradni. No, hát akkor ez a legfontosabb feladat, amiről érdemes beszélni, világbajnokság. És ezen a világbajnokságon az új kapitány bizonyíthat, hogy 1+2 éves szerződésed van. Azt magadnak kitűzöd, vagy elvárják tőled pontokra fordítva, meg érmekre fordítva, hogy mi kell majd a folytatáshoz? Hát úgy tudom, hogy az elvárás az, hogy igen, szeretnénk minél jobban szerepelni. És ráadásul azt hozzátenném, hogy a világbajnokságokon korábban nem sok érmet szereztünk, de mondjuk pont a legutolsó budapesti világbajnokságon Marian első lett, aranyérmes lett, első pedig bronzérmes, szóval hogyha az egy elég magasra került a léc a budapesti világbajnokságok kapcsolatosan. Most szeretném, vagy úgy érzem, hogy ebben a csapatban van olyan erő, hogy egy érmet és egy helyet is szerezzünk, de nekem az a fő cél végül is, hogy lássak, hogy egy teljesen új úton indulunk el. Próbáljuk beépíteni a fiatal versenyzőket, akik még van egy erős kadett válogatottunk, akinek a nagyobb része most junior, első és junior már, van egy pár junior birkózónk. Szeretnénk odájutni, hogy egy pár év múlva egy nagyon erős felnőtt válogatott, egy 10-15 fős válogatott, női válogatottunk legyen, aki bárkivel felveszi a harcot. Ez a pár év múlva ez lehet az olimpia is, igaz? Akármely, igen. Reméljük, hogy már ott is ez látszódni fog, de mégis az igazi az majd a következő olimpia lesz. Uh-huh. Emese, neked ilyen szempontból VB bronzérmesként milyen kilátásaid vannak, és mekkora az ambíciód idén itthon világbajnokságon? Hát nagyon nagy, úgy mint az utóbbi világbajnokságokon, amik itthon kerültek megrendezésre, ott is nagyon nagy volt, meg igazán motivált voltam, úgy érzem, hogy ez nem csökkent. De minden esetre szeretném először megnézni, hogy mennek a versenyek az EB előtt, illetve hát az Európa-bajnokságom, de ez majd attól függ, hogy milyen állapotban leszek, mert így a vállműtétet követően, úgyhogy hogyan sikerül a visszarázódás. Aztán ugye a legfontosabb verseny idén a világbajnokság lesz, ahol szeretnék minél jobban szerepelni. Képesnek tartott őt akár az aranyéremre is, hogyha a rehabilitációja, a válla rendben lesz, és a felkészítés jól sikerül? Hát én úgy gondolom, hogy érmet mondanék, de én úgy gondolom, hogy abban beleférhet az aranyérem is, de nem szeretnék ilyen nagyobb súlyokat elrakni Emesére. Ő tisztában van ezzel a dologgal, és azért egy nap mint nap azért csinálta. Most kezdett el birkózni, eddig csak technikázni tudott, mert több mint fél évig a válsérülését napi szinten gyógytornára, manuál terápiára, szóval nagyon komolyan vette az egész felkészülést, hogy ez a fő célja, a legelső fő célja ez a budapesti világbajnokság. Ő mindent megtesz, és én is azért vagyok mellette meg a többi edző, hogy segítsük őt. Például a feleségem Dilette is mindenbe támogatásunkat élvezi, de ugyanúgy a többi lány. Az előbb volt szó, hogy álmos a női válogatott, én megbeszéltem a korábbi edzővel, Lajos bácsival is, meg a többi edzővel, akivel szeretnék dolgozni, hogy mindenféleképpen egy csapat munkát várok el, ugyanúgy a versenyzők részéről is, és ugyanúgy a edzők részéről, akkor tudunk jó eredményeket elérni, hogyha tényleg csapatba gondolkozunk és csapatba dolgozunk. Sok sikert hozzá, erős évet nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.